A borítékban képek vannak, a képekhez pedig mondatok tartoznak. Az lesz a feladat, odaadom a borítékot, kiszeded a képet. Ilyen és ehhez hasonló feladatokkal fejlesztik a programban résztvevő gyermekek értő olvasás készségét. A pályázat keretében tartott foglalkozások január végéig tartanak. A befejező szakaszban 8 héten át 8 diák vesz részt a szövegértés fejlesztési tanórán kívüli órákon. Értő olvasás fejlesztést tartok második osztályos tanulóknak heti 2 órában, csütörtökön délutánonként, és hát ilyen mesefeldolgozás, rövid állatmeséket vagy ismeretterjesztő szövegfeldolgozást végzünk, illetve hát egy-két ilyen színezős finommotorika gyakorlatok, tehát hogy az íráskészségüket is egy kicsit javítsuk, fejlesszük. És hát én azt tapasztalom, hogy ez a mesefeldolgozás, ez az, ami jobban érdekli a gyerekeket, és szívesen végzik, önállóan is olvasnak rövid meséket. A mesék, hogy mondjam, tehát az értő olvasások egy kicsit gyengébb, és ezért vannak ilyen, hogy rövid mondatokat tartalmaznak ezek a mesék, amit könnyebben megértenek, illetve mondat-kép egyeztetés, az úgy lát, tehát az előző részben ezt gyakoroltuk, hogy egy-egy képhez, tehát ha megfigyel, hogy mi van a képen, akkor ahhoz tudja társítani a mondatot, illetve mondat kiegészítés, tehát össze kell párosítani a mondat elejét a mondat befejezésével, és ez is azt szolgálja, hogy rövid mondatok, és próbálják tehát megérteni, és hozzá kapcsolna a megfelelő befejező részt. A résztvevő gyermekek lelkesedése mellett fontos a szülők támogatása is. Szerintem így kis lépésekkel fel lehetne zárkóztatni őket, de hogy mondjam, itt többet kellene foglalkozni a szülőknek a gyerekekkel. Tehát otthon is kellene az az otthoni kapcsolat, az otthoni gyakorlás, illetve én, amit látok, hibát a felszerelésükben. Tehát, hogy gyakran eljönnek úgy fejlesztő foglalkozásra, hogy vagy nem hoz egyáltalán felszerelést, tehát nincs tolltartója, vagy ha van is, van benne egy pár darab ceruza, egyiknek sincs hegye, tehát így nem lehet dolgozni. Az lenne a kérés itt én szerintem a szülők felé, hogy ha már megvan az a tolltartó, vagy vegyék meg ezt a felszerelést, és naponta igenis, hogy esténként le lehet ellenőrizni azt a tolltartót, hogy mennyire vannak rendben a ceruzái, mert hát szép és jó eszközzel lehet dolgozni. Három csoportban közel 500 gyermek vett részt összesen a foglalkozásokon. Volt az első csoport, azok már most harmadik osztályosok, mert az még tavaly az év végén, tehát május-júniusban volt az első csoport. A második csoport egy negyedikes csoport volt, azt szeptembertől november közepéig, és most szintén egy másodikos csoport, de ugye ők tavaly még elsősök voltak, tehát ez is egy második osztályos csoport. Itt inkább az alapoknál kezdjük. A negyedikeseknél volt az, amikor már komolyabb szöveget dolgoztunk fel, de ott is ilyen ismeretterjesztő szöveg, vagy ilyen, hát már nem rövid állatmesék, hanem hosszabb meséket dolgoztunk fel.